Sziasztok! Én Csibi Gergely vagyok, ez pedig itt a Sunday Brunch következő adása. Ma egy olyan fogorvos végzettségű filmrendező lesz a vendégem, akinek a nevéhez köthetőek a legnagyobb magyar közönségfilmek. Valami Amerika, Magyar Vándor, Kincsem, Toxikoma, és aki éppen egy színházi rendezésre készül. Herendi Gábor lesz a vendégem. Szia Gábor, nagyon örülök, hogy itt vagy. Szia, köszönöm a meghívást. Azt szerintem sokan tudják rólad, hogy te fogorvos is vagy a filmrendezés mellett. Ez is egy szakmád. Ha most 2022-ben te még mindig csak fogorvoslással foglalkoznál, és előtte nem filmeztél volna, és valaki azt mondaná, hogy hagyd ott a fogorvosi széket és legyél filmrendező, mit mondanál neki? Hát azért ez nagyon más szituáció. Én a mai napig... Nem vagyok, azt hiszem, nem vagyok egy ilyen nagyon tökös, bátor ember, és a mai napig csodálkozom akkori énemen, hogy én ezt meg tudtam lépni, hogy gyakorlatilag volt egy nagyon menő praxisom, hiszen sok pénzt kerestem, belvárosban volt a fogorvosi rendelőm, de annyira akartam csinálni, hogy eladtam a rendelőt, sóval intettem be a helyét, különben a rendelő helyén lett aztán az én filmgyártó cégemnek az irodája, a Skyfilm. És így visszagondolva, tényleg nagyon bátor dolog volt, de tényleg valószínűleg annyira szerettem volna csinálni. Szüleimet ezzel tönkretettem, apám sírva fakadt, hogy lehetek ilyen hülye, hogy egy ilyen biztos dolgot feladok ezért a nagyon bizonytalan művészi pályáért. De hát most már bántam meg, és ő is megbocsájtotta nekem. Azt hiszem, a Valami Amerika sikere után bocsájtott meg nekem. Ami azért 10 évvel azután volt, hogy én abba hagytam a fogorvoslást. És ez a bátorság, ez elmúlt belőled? Azt hiszem, egy kicsit ilyen kényelmesebb lettem, de szerintem ez ilyen életkori sajátosság, szóval az a tűz, az nincs bennem, bárha filmrendezésről van szó, azért úgy bennem van, de hogy egy ekkorát forduljon az életem, azt talán nem merném meglépni. De volt ennek bármi oka, hogy vagy tényleg csak azt érzed, ahogy teltek, múltak az évek, akkor így ez egy kicsit, ez a tűz, ez benned alább hagyott, vagy? Hát nem tudom, elkényelmesedik az ember szerintem így a korral, ami talán egy picit természetes. Hát persze, hogy sokkal több energiával rendelkezik egy fiatal, és most már úgy szeretem értékelni azokat a pillanatokat, ami egy kicsit a pihenésről szól, kicsit a... az utazásról, világlátásról, hogy azért a 90-es években, amikor én így mondjuk leginkább reklámfilmeket csinálgattam, tényleg 24 órában ezzel foglalkoztam, és nagyon imádtam, egy percét se bántam meg, de azért talán azt a fajta tempót, azt a fajta rohanást, azt már úgy nem vágyom vissza. Ez köszönhető annak, hogy hát azt mondhatjuk, hogy az egyik legsikeresebb magyar filmrendező vagy, nem is sorolom fel azokat a filmeket, mert szerintem majd mindenkihez eljutott, mint a Valami Amerika trilógia, Kincsem, Toxikoma, hogy tényleg csak a legnagyobb. Idéznélek, mondtál egy olyat korábban, hogy eddig csendben maradtam, mert szerettem volna még filmet csinálni. Na, ez egy nagyon érdekes kijelentésed. Erre iszom, jó? Miért érzed úgy, hogyha a vélemény nyilvánítasz, akkor nem kapsz munkát? Hát nem érzem, ezt látom. Vagyis ez a helyzet most egyelőre. Tehát, hogy pályázgatok, de nem tudom áttörni a falakat. Tehát, hogy egyelőre minden pályázatom visszautasításra kerül. Majd lehet, hogy ez megoldódik. Nem vagyok kétségbeesve. Dolgozom, sorozatokat csinálok. Tehát, hogy csak a szerelem a játékfilm. És azt ma, miután egy ilyen egyablakos rendszerünk van, szokták mondani, tehát hogy pénzt játékfilmre csak az NFI-től, Nemzeti Filmintézettől lehet kapni, ahhoz nem jutok egyelőre hozzá, de nem vagyok kétségbeesve, majd talán.
Máshonnan nem lehetne, vagy nem lehet a hivatalos pénzosztókat megkerülni? Tehát Magyarországon erre nincsen felület? Nincs. Sajnos ez egy tragédiája a filmgyártásnak, hogy ez egy nagyon-nagyon drága műfaj. Tehát, hogy repkednek tényleg itt, biztos mindenki olvassa a médiát, hogy milliárdok repkednek. Drága műfaj, nem olyan, hogy mecenatúra gyakorlatilag megszűnt Magyarországon, szponzoráció ugyanez. Tehát, hogy ma nem lehet filmre összeszedni ennyi pénzt. Ilyen nagyon-nagyon low budget, független filmeket lehet csinálni. Nekem ez nehéz, bevallom őszintén, mert egy teljesen más életutat jártam be. Tehát, hogy vannak olyan filmesek, inkább művészfilmeket készítők, akik ezt a fajta utat járták be, és agyilag erre vannak rá trenírozva, hogy nagyon kevés pénzből. Én meg sajnos mindig is ilyen nagyszabású közönségfilmeket csináltam, és nagyon nehéz visszalépni, hogy na jó, akkor most tessék beszállni és független filmeket csinálni. Egy picit műfaji sajátossága a közönségfilmnek, hogy ott a látvány azért domináns, a mozikba az amerikai filmekkel verseng, tehát hogy nagyon low budget közönségfilmet csinálni nem lehet szerintem, vagy nagyon-nagyon nehéz. Művészfilm területen lehet inkább kevés pénzből filmet csinálni, mert kicsit olyan más igényei vannak egy művészfilmnek. Az meg még egyre így nálam nem érett meg, vagy nem érett be. Ezt meg kell, hogy kérdezzem. 2017-ben jött ki a Kincsem. A Covid miatt talán későbbre csúsztattátok a Toxicoma premiérét, ami 2021 lett. Igen, de az 19-es. Az 19-es film. Az egyikre 400 millió környéki összeget kaptatok, a másikra majdnem 3 milliárdot, ha igaz. Hol volt az a törés? Azért ez csak néhány éve volt. Hol volt az a törés, miután... Hiszen ebből a példából az látszik, hogy azért pályáztál, kaptam, és ott kaptál. Hol van az a törés, ahol egyszer csak nem, hiszen tényleg hát a Toxicoma is gyakorlatilag tavaly jött ki. Lecserélődött az NFI vezetése. Tehát, hogy én minden pénzt a Vajna korszakba kaptam. Azzal együtt, hogy még el is mondhatom, hogy sose voltunk igazán jóban. Nagyon-nagyon összevesztünk a Kincsemen. Nagyon nem értett egyet a Nagy Ervin főszereplésével, de ezt azért merem mondani, mert már köztudott, meg közismert, meg az Ervin is lenyilatkozta. De ezzel együtt ő talán elismerte azt a fajta készséget, ami nekem van, hogy meg tudom szólítani a közönséget, és az neki fontos volt. És ezért engedte, hogy legyen, sőt, tehát ott még a Valami Amerika 3 is az ő idejében volt, meg a Toxicoma is. Igen, így van. És jött egy új vezetés, új csapat, új elvek. Nagyon-nagyon mások kapnak most lehetőséget filmkészítésre, és ebbe a csapatba én nem férek bele. Mit gondolsz, hol áll most a magyar film a világban? Ugye azért az elmúlt években Oscar-díjat is nyert, magyar filmrendező, legjobb külföldi film. Te hogy látod, mondjuk az elmúlt 10 évet nézzük, de az elmúlt 3-4 évet. Hol áll most a magyar film a világban? Hát szerintem különben a Vajna korszaknak ez egy nagy eredménye volt, hogy ebbe is ő olyan szempontból szerintem jó fej volt, hogy nagyon nem értett a művészfilmekhez, ez olyan közismert volt, tehát hogy utálta a Saul fiát, utálta az Enyedi Ildi filmét, de nem szabott gátat, mert tisztában volt vele, hogy ez nem az ő műfaja, nem az ő ízlésvilága, de ez működik, és ez tudja hozni a nemzetközi sikereket. Szerintem most ez nagyon-nagyon elveszítjük azt a nimbuszt és azt a minőséget egyelőre, én úgy látom. Tehát, hogy most nemzetközileg alig van film, amelyik meg tudja mutatni magát. Gyakorlatilag az inkubátor filmekből lesznek,
lesznek szerintem minőségi filmek, ugye, amelyek nem tudom mennyire tudják a kedves nézők, hogy az Inkubátor film az a első filmeseknek egy ilyen pályakezdő segítség, nagyon-nagyon kevés pénzből készítenek filmeket. Ezt általában egy közönség szavazat és egy nagyon komoly válogató csapat választja ki ezeket a filmeket, és ezek tök jók filmek, és nagyon sikeresek, és még ezek között vannak minőségi filmek. Ezek a nagy büdzséjű, hatalmas, kosztümös, történelmi filmek, én kíváncsian várom, hogy megmutassák magukat. Egyelőre még én nem láttam olyat, amelyik óriásit ütött volna. Nézzük meg, én nyitott vagyok ezekre a dolgokra, de ezek a filmek nemzetközileg szerintem nem nagyon tudnak labdába rúgni, nem is az a műfaj. Itt nemzetközi szinten úgy tudna labdába rúgni mondjuk egy ilyen film vagy sorozat, hogyha nemzetközi piacon eladható lenne. Magyar nyelven készített filmet nagyon-nagyon nehéz eladni nemzetközi piacra, mert egyszerűen nem nagyon szeretik se a szinkronizált, se a feliratos filmeket, tehát nagyon nehezen jut el nézőkhöz, de van ilyen. Tehát, hogy most ugye mindenki hallja, hogy ez a Hunyadi sorozat mennyi pénzből készül, és ott abszolút tervben van, hogy ez a Netflixnek a nemzetközi platformján megjelenik. Kíváncsian várom, azt is nézzük meg. Csak így, akkor, hogy jól értettem, amit mondtál, tehát gyakorlatilag az történt, hogy semmifajta összezördülés nem történt, egyszerűen csak jött egy váltás, és ők nem értettek egyet gyakorlatilag Herendi Gáborral. Tehát, hogy nem az volt, hogy ti valamin összekaptatok volna, vagy csak vagy részedről. Különben, tehát, hogy nem, azért nem csak velem. Jó, hát valószínűleg az én politikai, vagy nem tudom milyen nézeteim. Ezt nem is keverném ide, inkább most egy szakmai oldalról érdekelne, de akkor ezek szerint ez beleívódik valahogy, ez a politikai kérdés? Vagy? Hát, hogy nagyon biztos van, vagyis nem tudom, mert nem ülnek le beszélni velem, tehát, hogy lehet, hogy van valami olyan a háttérben, amiről én nem tudok, de azért nagyon sok, tehát nem egyedül vagyok ebbe a cipőbe, hát a Pálfi Gyuri, Török Feri, tehát senki nem kap igazából azok között, lehet Hajdú Szabi, akik azért nagyon-nagyon letették már a névjegyüket az asztalra, és nem tudnak filmeket csinálni, de producerekről is tudok mondani. Mondom, hogy most így azt látom, hogy új emberek, új arcok, akik még igazából nem bizonyították be a tehetségüket, hogy ilyen pénzeket el lehessen költeni, és hogy ezekből jó dolgok születnek, mondom, de én nem akarok semmiképpen az az ember lenni, aki már előre fanyalog. Én nagyon szívesen meg fogom nézni mindegyik elkészült filmet. Legyen jó, ha már ennyi adófizetői pénzt költünk rá, akkor tényleg legyenek jók. Számomra ez tényleg elképzelhetetlen, hogy az egyik legsikeresebb magyar filmrendező, hogy így is mondjam, aki azért tényleg már bizonyított, nem jut lehetőséghez, de nem is szeretném ezt tovább így vesézni ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy értem. Az merült fel így bennem, hogy színészként sokkal nehezebb külföldön dolgozni, csak nem beszéled nagyon pengén a nyelvet. Viszont filmrendezőként, és te azért megfordultál külföldön is, talán kapcsolataid is vannak, akár a tengeren túlon is, az nem merült fel benned, hogy nagyon értesz-e ez a, hogy hogyan kell jó, szórakoztató nagyjátékfilmet csinálni, közönségfilmet, hogy külföldön kamatoztasd a tudásodat? Nagyon fölmerült bennem, nagyon meg is próbáltam, de az évek alatt szép lassan megtanultam, hogy az az út, amit én választottam erre, az nem működik. Ebben azt hiszem nagyon kiokosodtam. Igazából nekem legalábbis így az elején, ma már mondhatni, hogy egy kicsit színesebb a portfólium, de mondjuk vígjátékokat csináltam. És én nagyon-nagyon sokat próbálkoztam Amerikába, Hollywoodba, eljutottam bizonyos helyekre, és mindig azt kaptam vissza, hogy Gábor, te egy vígjátékrendező vagy, és a vígjátékokat, azokat anyanyelvi szinten, hogy a finomságok a humorba működjenek,
azt mindig a nemzeti rendezők rendezik, és ez tényleg így van. Hiába mondtam, hogy de én isteni horrort is tudnék csinálni, nem tudtam bebizonyítani, arra meg nem, azt a rizikót meg nem vállalják be. És egy útja módja van különben, amire van példa, Antal Nimród, akkor a Nemes Jeles László, akiknek mind van amerikai ügynöke, csinálnak egy olyan művészfilmet, amely valamely A kategóriás filmfesztiválon díjat nyer. És ott állnak lesben az amerikai ügynökök, és ezek lecsapnak ezekre a srácokra. Hiába az ő alkotásaik nem igazán passzol bele az amerikai filmgyártás víziójába, abba bíznak, hogy ezek a művészfilmes európai srácok egy amerikai típusú filmet mégiscsak valahogy máshogy fogják megközelíteni, és esetleg egy új szint tudnak belehozni, tehát hogy ezeket mazsolázzák ki gyakorlatilag a filmfesztiválokon, és aztán van aki nekik alkalmas lesz, van, aki nem. Tehát, hogy itt az Antal Nimród dolgozik Amerikába, a Nemes Jelesről nem hallom, valószínűleg ő nem, csak gondolom, nem beszéltem vele, de hogy valószínűleg kap forgatókönyveket, mert az ügynöknek az az érdeke, hogy dolgoztassa őt, és valószínűleg neki nincs szájízére ezek a forgatókönyvek. Azért nem mindenki alkalmas arra, hogy azt a fajta amerikai piacot meg tudja hódítani, meg egyáltalán azt a munkamódszert át tudja venni. Tehát nagyon olyan szempontból, hogy technikailag, meg a filmforgatás, az ugyanaz a világon mindenütt, ugyanolyan cuccokkal dolgozunk, tehát ebben nincs különbség. Igazi különbség abban van, hogy Európában nagyon rendező központú filmgyártás van, tehát tényleg a rendező az úr, persze a producer is rágja a körmét, hogy mennyit költ a rendező, de azért a rendező dönti el, hogy milyenek legyenek, mire mennyi pénzt költsünk, milyen látvány legyen, stb. Amerikában nem így van, ott nagyon-nagyon producer központú, mert nagyon piac orientált a filmgyártás, és a producer abszolút fölött áll a rendezőnek, kirúghatja bármikor, beleszólhat, rászólhat, ráüthet a kezére, hogy nem, ezt már nem vagyok hajlandó finanszírozni. Szóval az egy sokkal, a rendezőnek egy sokkal nagyobb kihívás megfelelni ezeknek a dolgoknak, és ezt nem mindenki viseli különben. Tehát, hogy én viselném, de nem jutottam odáig, és most meg már talán egy kicsit késő is, de azzal együtt van angol nyelv forgatókönyvem, tehát folyamatosan dolgozok, küzdök ezzel. Igazából az első lépés az, hogy egy ügynököt kéne találni. Nincs ügynököd? Nincs. Még nincsen ügynököd? Nincs. Aztán. Uh-huh. Hát, és ez egy nehéz folyamat? Vagy ez... Az nehéz folyamat. Uh-huh. Hát figyelj, az ügynök keresni akar rajta. Tehát, hogy olyan valakit szerződtet le, akibe még látja a potenciált, hogy még sok filmet tud csinálni, és azon olyan filmek lesznek, hogy fog tudni pénzt keresni. Én már ez öreg vagyok. Tehát bennem már nincs annyi potenciál, hogy még 15 filmet tudjak csinálni, ezért én erről azt gondolom, hogy lecsúsztam, és túl későn jött nekem a toxikum. Az, hogy mondom, hogy színesíteni kellett volna az én portfóliómat. De ezt ennyire későnek érzed, hogy már nem tudnád színesíteni, vagy hogy te nem tudnád meglépni azt a vonalat, amit említettél a Nemes Jeleség kapcsán, hogy valami olyan nagyon európai, független művészfilmet létrehozni, amivel esetleg be tudnál rántani ügynököt, vagy egy kicsi figyelmet magadra vonni. Hát igen, csak abban a pillanatban, uh-huh. most, ahogy ezt így elmondod, már arról szól ez az egész, hogy úgy csinálom a filmet, hogy aztán megfeleljen a izé. Tehát, hogy innentől kezdve már nem olyan szabad ez a dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen művészfilmeket, amiket én nagyon szeretek, vagy úgy csinálsz, hogy nagyon belülről jön, és nagyon akarsz valamit mondani. Szóval tényleg ezek most ilyen nagyon klisés mondatoknak tűnnek, de tényleg azt gondolom, hogy úgy csinálni művészfilmet, hogy most nagyon azon gondolkozom, hogy fú, például, mert tényleg ez van, tudjuk, hogy már annyi, ha valaki nagyon benne van, akkor tudja, hogy Kán mire harap.
ha nem olyan, a Berlin a szocióra halad. Tehát, hogy lehetne csinálni olyan filmet, van is ilyen filmkészítő, aki azon agyal, hogy mi az, amire vevő lesz a filmfesztivál. Erre úgy nincs nagyon rá érkezésem. Itt muszáj felhoznom a független filmek kapcsán a Bűnös várost, aminek te voltál producere, írója, rendezője, az abszolút független, ha jól tudom. Az gyakorlatilag a saját pénzből készítetted, igen, ugye? Igen. Sőt, igazából azt mondhatjuk egy politikai szatírának is talán. Abszolút. Azzal kapcsolatban neked azra mi volt a szándékod? Ezt egy ilyen szelepnek szántad, vagy ez egy ilyen felkiáltás volt már azután, hogy azt érezted, hogy nem úgy bírálják el a pályázataidat, ahogy mondjuk megérdemelték volna azok az anyagok, vagy ez már egyébként régóta érlelődött benned egy ilyen anyagnak a létrehozása, vagy nagyon hiányzott a forgatás már? Ez úgy egybe. Tehát, hogy az, hogy ezt a Bűnös város megcsinálom, az abszolút érlelődött bennem, és az tényleg azért volt, mert nagyon sok levelet kaptam, hogy miért nem csinálom meg, hogy ez milyen jó poén, meg nem tudom. Persze abszolút ez volt a fejemben, hogy ahogy a filmben is szerepel, hogy valamilyen lila ködött. Tehát, hogy abszolút ironizálni, így filmeztek ti. De nem lila ködött belőle azért, azt lehet mondani. Na, és menet közben persze rárakódott az. Tehát, hogy valahogy ilyen a puzzle úgy rakódott össze, hogy el voltam keseredve miatt, hogy nem jönnek össze a pályázataim. Sok-sok indulat volt bennem, és akkor úgy olyan jól esett, tehát hogy gyógyszer volt a gyomorfekély. Akkor valahol ez is bátorság, vagy amit mondtál, hogy már nem vagy annyira tüzes, mint régen azért. Lehet, hogy bátorság. Valószínűleg iszom is a levét ennek a dolognak, de... Érzed, hogy emiatt még távolabb kerültél valamitől? Jött ilyen visszajelzés? Nem, igazából nem. Olyan visszajelzések, hogy mennyire szeretik az emberek, tehát hogy nagyon sokan látták. Mennyire? Van rá megtekintési számot, hogy hány emberhez jutott? Nem, sajnos. Nem tudom. Uh-huh. Csak olyan úgy találkozom emberekkel, yeah. És akkor mindenki rám kacsint, hogy hát nagyon szerették, stb. Szóval, hogy ez úgy egybe, hogy jól esett megcsinálni, és hogy én igazából nem is vagyok nagyon a szavak embere, hanem azt gondoltam, hogy az én eszközömmel egy kicsit görbetükröt tartani ennek a mai társadalomnak, ez volt a célja, lehet, hogy egy picit direktebb lett, talán jobban a sorok közé kellett volna rejteni, de ilyen hangulatom volt, és állati gyorsan megírtam, bevallom, a téma az utcán hevert, és jó csapat összeállt, olyan jó volt forgatni, szóval hogy az egészet én nem bántam meg semmilyen szinten. És hogyha... De ez a független film, ez nem fesztiválosztatható, mert igazából nem érti senki, csak valahogy kis hazánkban. Igen. De ott viszont elég sokan, ahogy mondtam. Tehát igen. Mi az, amit most szíved szerint csinálnál? Nyilván nagyjáték filmforgatás, de ezen kívül mi az, ami most nagyon dolgozik a fejedben? Ha mondhatunk itt, hogy van-e most terved a következő X időszakra? Hát nehéz. Nehéz. Hát most ugye a lehetőség az leginkább a kereskedelmi csatornák felé van. Most tényleg csináltunk egy sorozatot, amit nagyon szeretek, ezt a Brigé és Brunót. Dolgozunk az RTL-lel is, fejlesztünk valamit. Tehát, hogy a filmtől nem szívesen távolodok el, mert nagyon-nagyon szeretem. De hogy lesz lehetőségem színházba rendezni, és ez azt mindig is egyszer volt már egy ilyen kalandom a Madách Színházban, amit nagyon-nagyon szerettem. A Diploma előtt című filmnek a színpadi adaptációját csináltuk meg, és nagyon jó munka volt. És most a Rózsa Völgyi Szalomba, nem tudom, hogy tudod-e, fogok rendezni, ez azért vicces, mert hogy a Gergő az... Ez egyik főszereplője ennek a darabnak. Tehát, hogy keresem ezeket a fajta lehetőségeket, nem adtam fel egyáltalán a játékfilmezést, mert iszonyú jó forgatókönyvek vannak a fiókomban. Tehát ami így az egyik álmom, az a Máté Péter életrajzi film, ami gyakorlatilag kész van, és azt gondolom, hogy hiánypótló lenne, mert
ha valaki ebből a pop szakmából tényleg túlélte a saját éráját, az a Máté Péter, mert hogy nincs X-faktor Máté Péter dal nélkül, tehát hogy azt még a fiatalok is szeretik, és állati izgalmas élete volt. Azt nagyon szívesen megcsinálnám. Sajnos ez is, az egy drága film. Ugye az a 70-es években, az már, ma már kosztümös filmnek számít, de hát állati jó korrajzot lehet belőle csinálni. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes és izgalmas időszak volt. Meg van még egyéb forgatókönyv, van egy sci-fi, ami különben egy angol nyelvű forgatókönyv. Egy kanadai íróval írtuk együtt. Azon ahhoz próbálunk, tehát azt ilyen koprodukcióba próbáljuk, hogy ilyen kanadai-magyar koprodukcióba, de sajnos mindenhez kell a de a lényeg, hogy van NFL. Terved, és nem adod terven fel. Az van, terven hát, van, és nem adom készültem fel. Neked 5 villámkérdéssel, ezeket kiteszem ide az asztalra. Húznom kell? Igen, és az 5-ből az egyikre azt mondhatod, hogy passz, hogyha nem szeretnél rá válaszolni. Kellemetlen kérdések? Na, azt majd eldöntötte, de egyébként igyekeztem. Azt mondja. Szerinted mi a világ legnagyobb problémája jelenleg? Fú, hát... Most csak... Borzasztó irányba megy a világ. Hát nagyon-nagyon sok problémát látok. És nagyon rossz irányba megy, és bevallom őszintén, van 2 csodálatos gyermekem, és leginkább őket féltem. De szerintem itt a klíma probléma talán az egyik legnagyobb probléma, meg hát persze, most mondom ezt egy háború idején, ami most elfedi ezt a problémát, de hát az is tragédia, hogy az emberek milyen szinten nem toleránsak már egymással, és hogy milyen feszültségek és ellentétek vannak kultúrák között, azt nagyon nehezen viselem, bevallom őszintén. Én ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon toleráns ember vagyok, és ez nehezen. Jó, ez elfogadtam. Villámválaszt kell adnom, vagy egy-két mondatba is. Akkor szerintem egy-két mondatba, hogy próbáljuk így összefogni. Igen, szupi. Melyik volt életed legmegrázóbb pillanata? Úristen, hát a gyermekeim születése, az mind a kettő fantasztikus volt. Ez tényleg, szóval hogy ezt most így őszintén mondom, de hogy akkor mondok olyat, ami nem olyan egyértelmű. Az annyira bennem van, a valami Amerika játékfilm forgatásának utolsó csapója. És emlékszem, hogy azt a jelenetet forgattuk, amikor a diszkóklubban vannak, és ott föllép a Bombon is, ott elhangzik néhány dal, és ebbe a diszkóklubban forgattunk, és akkor az utolsó csapónál, akkor még ugye filmre forgott, és akkor mindig az van, hogy ennyi, tehát hogy én nekem jó volt, megvettem, és akkor meg kell várni, hogy a segédoperatőr megnézze, hogy tiszta volt-e a kapu. Tehát ez ugye, akik ért filmesek, azok értik, hogy a filmnél bekoszolódhat a kapu, és akkor használhatatlan felvétel. Úgyhogy volt egy ilyen 30 másodperces néma csönd, és akkor bekiabálta, hogy tiszta, és akkor tudtam, hogy ez az a pont, hogy leforgattuk ezt a filmet, ami nekem ilyen heroikus volt, hogy ezt összehoztam, hogy nem, abban még nem volt állami pénz, és akkor elbögtem magam, és a munkatársaim, azok tök jól kitalálták, akkor mi már valami Amerika című számot imádtuk, és üvöltöttük, és nálunk már sláger volt a belül, és bekészítették, és beadták így bömbölve, őrjöngve, és durrantak a pezsgők, és hát az egy olyan meghatározó pillanat volt az életemben, hogy azt nem nagyon tudom elfelejteni. Elfogadva. Az utolsó 3-ra tényleg csak egy mondatnyi idő maradt. Melyik film vagy könyv hasonlít az életedre? Erre könnyen tudom válaszolni, a Valami Amerika 1, az nagyon a saját életemből lett írva, ezt sokan tudják.
melyik filmes munkádra vagy a legbüszkébb? Általában különben mindig az utolsóra, most a toxikómára, de egyiket sem akarom megtagadni, mert a kincsemre is nagyon büszke vagyok, de talán most ez a legfrissebb. Akkor ezt már passzolhatom. Ha egy új dolgot megtanulhatnám, mi lenne az? Zenélni szeretnék megtanulni. Tényleg, sajnos ahhoz tök hülye vagyok, pedig iszonyan szeretnék mondjuk szaxofonozni. Gábor, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.